nem kell vonatra szállni ahhoz, hogy megismerhessük Makó legkalandosabb oldalát. A táv mindössze 3,5 km a városközponttól. A Maros partot egyszerűen nem lehet megunni. Az Erdei út üdítően hat a kánikulában, tudván, hogy ahová készülök, ott bizony nincs árnyék. Egyszer már sikerült száraz lábbal átkelnem a Maroson. Most is megpróbálkozom, azonban ezúttal hajóval teszem. Jó napot, hajókázni szeretnék. Jó helyen járok? Igen. És őt is hozhatom? Természetesen. A kis motor életre kell, távolodunk a parttól, amit ebből a szemszögből ritkán látni. Mióta van lehetőség itt a Maroson élményhajózásra? Az idei nyártól kezdtük el népszerűsíteni a közösségi oldalakon az élményhajózást. Tulajdonképpen alapból egy órás hajókirándulásokat kínálunk. Átéri erdő vesz bennünket körül, ami teljesen művelésen kívüli erdős terület, és madárvilága, állatvilága az egyedülálló. Láthatunk hódót, vidrát, a múltkor volt szerencsém, itt a hajó mellett úszott a vidra. A táj szépsége kedvez a romantikának. A közelmúltban lánykérés is volt ezen a hajón. Az ötszemélyes hajó kapitányát, Istvánt nem kellett sokat kérleni, hogy átadja a kormánykereket, és ebben az a jó, hogy semmilyen szabályba nem ütközik. Hogyha megnyomod azt a gombot, akkor be tudod indítani. Megnyomhatom. Igen. Ha egy határozott mozdulattal előre tolod, előre, akkor fog elindulni előre a hajó. Akkor tolhatom is igen, előre. Igen, igen. Most elindultunk előre. Tényleg milyen lendülettel, és az orrát figyelem? Az orrát figyeled, kinézhetsz jobbra, balra. Olyan gyorsan telik az idő, hogy fel sem tűnt, már egy másik ország partjánál járunk. Most már a folyó jobb partja Románia, a bal part pedig Magyarország. Most konkrétan határvízen tartózkodunk, és körülbelül Apátfalva, Makó és Apátfalva között félúton vagyunk a Maroson. A víz fürdésre csábít, úgy látszik nem csak engem. Jó napot kívánok, milyen mi lehet a víz önök szerint? Olyan derékig élő. Már sokszor átkeltem a Maros hídon, de alulról még nem láttam. Az ismerős táj jelzi, hogy utunk hamarosan véget ér. A naplementét már a szárazföldről nézhetem. Nagyon jól éreztem magam, így emlékül készítenék egy fotót, egy közös fotót, jó? Természetesen, nagy örömmel.